Az országban a Kaposvári a 10. átadott iroda, de még 12 irodát nyitnak a közeljövőben az országban, hogy segítsék a kis- és középvállalkozók, illetve a nagyobb cégek munkáját. A hálózat mondhatni hiánypótló jelleggel jött létre, összekötő kapocs kíván lenni a pályázati forrás és a pályázó között, hangzott el az iroda megnyitóján. Vannak jó ötletek, de az emberek nem értik, vagy sok energiába kerül megkeresni az ehhez tartozó forrásokat. Mi azt szeretnénk közvetíteni az emberek felé, hogy van pénz, van forrás, és hogy nem annyira bonyolult és nem annyira összetett pályázni. A szakemberek szerint a programra szánt 2000 milliárd forintból 1700 milliárdot még nem hívtak le, így sok pályázat lehet sikeres a jövőben is. Kaposváron az iroda megnyitása előtt is folyt már munka. 5 hónapja dolgozunk, kb. 800 ügyféllel már felvettük a kapcsolatot, és azt gondoljuk, hogy ez a szám ez még nőni fog, elég nagy a kereslet a hálózatunkra. Olyannyira népszerű a program, hogy a megkeresett cégek közül 500-nak már volt folyamatban lévő pályázata, többen közülük újabb támogatott fejlesztéseken gondolkodnak a kedvező kondíciók miatt. Ez egy díjmentes szolgáltatás, és nem kell mindenkinek bejönni az irodánkba, hanem a weboldalunkon keresztül megtalálnak bennünket, és helyszínre házhoz is megyünk. A vállalkozások pályázatokon keresztül történő támogatásának másodlagos szerepe is van. Ezt már Gelencsér Attila, a Somogy megyei közgyűlés elnöke mondta el televíziónknak. Egész nemzet felemelkedésének a záloga a kis és közepes vállalkozók sikere, vagy sikeressége. Ha ők jól prosperálnak, bővülnek, fejlesztenek, az egyúttal munkahelyek teremtését is jelenti. Az Európa Park mellett található iroda minden munkanap reggel 9 órától délután 5-ig várja az érdeklődő, pályázni és fejleszteni szándékozó vállalkozókat.